Elsődlegesen szeretném kiemelni, hogy Magyarország, gondolom ez köztudott, az Európai Unió egyik tagállama, így módon a vámjogszabályok Európai Uniós jogszabályok. 那么大家肯定的非常熟悉呢，匈牙利呢，就是欧盟成员国，所以呢，我们在这利用的法律呢，就是欧盟的法律。 Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió valamennyi tagállamában ugyanazt a közösségi vámjogszabályt kell alkalmazni. 这意思是说呢，在欧盟成员国呢，现在目前适用的、采用的都是统一的、都是共同的法律规定。 Kiemelendő ugyanakkor, hogy minden tagállamban vannak nemzeti sajátosságok, nemzeti jogszabályok. Szintén szeretném kiemelni, hogy a vámhoz szorosan kapcsolódik az ÁFA területe, amely szintén nemzeti szabályozás. 我想提到，就借此机会呢，提到呢和海关这个报关，同时呢这个增值税呢也是发生密切的关系呢。关于这个增值税呢，我们国家有独特的推出的一些规定了。És amennyiben értesüléseim megfelelőek, abban az esetben szeretném felhívni a figyelmüket erre a kiadványra, amely ha minden igaz önök számára már ismert. Ez tartalmazza a nemzeti jogszabályok gyűjteményét. 那我想强调和提到，我们手里拿着这个小册子呢，听说大家已经都获得了，都得到了这个东西呢。参考这个很有价值的，因为包括所有的这个相关的报关的规定在内。 És akkor szeretnék rátérni témámra, a vámjogszabályok alapjaira, melynek első témaköre az áruk behozatala lenne. 那么下边呢，我就是开始讲我今天的主题呢，就是如何报关，如何进口产品到匈牙利到欧盟。 Fontos követelmény, hogy amennyiben az árukat Magyarországra, így az Európai Unió területére behozzák, azokat a vámhivatalnál, a vámhatóságnál minden esetben vám elé kell állítani. 那么首先呢，就介绍一个非常重要的一个，也是不可避免的一个规定呢。要是把产品呢，就进口到欧盟，哪怕就到匈牙利呢，那么就必须呢，第一步呢，就是报关的任务。 Ez azt jelenti, hogy a vámhatóságot tájékoztatni kell arról, hogy vámkezelendő árum érkezett. 那么这具体的意思是说呢，就要立即通知这个货物到达以后呢，立即通知海关，就相关的海关，告诉他这个该报关的货物已经到达匈牙利了。Ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy a vámokat, illetve az áfát meg is kell fizetni. 但是呢，报关同时呢，就不一定要支付，就马上立即支付这相关的关税和这个增值税。 Amennyiben az árukat ugyanis a behozatalt követően vámraktárba tárolják be, abban az esetben vám és áfa fizetési kötelezettség még nem merül fel. 如果产品呢就进入到这个境内，进入到匈牙利以后呢，就直接放在免税仓库，同时呢就不产生，不会发生这个该支付关税和增值税的规定义务。 Amennyiben azonban az árukat szabad forgalomba szeretném bocsátani, akkor jöhet szóba a vám, illetve ehhez kapcsolódó áfa fizetés. Mint említettem, amíg az áruk raktárban, vámraktárban vannak, addig fizetési kötelezettség nem merül fel. A raktárban az árukat értékesíteni is lehet. 刚才我已经提到过呢，假设说这个货物呢，首先到这个免税库里边以后呢，就不会马上产生这个支付关税和增值税的义务呢。不过同时呢，就可以开始销售这些产品。 És amennyiben az árukat a raktárból kitároljuk, és szabadforgalomba bocsátom, abban az esetben a vámot, illetve áfát a szabadforgalomba bocsátás kezdeményezőnek kell megfizetnie. 那么这些产品呢，就首先放在免税库里边的产品呢，要是要离开这个仓库，就是出库的话，就准备放入到这个自由流通、准备销售的时候呢，就马上要支付这个相关的就指定的关税和增值税。 A vámraktárból történő kitárolás követően lehetőség van arra, hogy az árukat közvetlenül az EU valamely más tagállamába szállítsuk. 这些货物呢，从离开这个免税仓库就出库以后呢，就有条件和有这个机会呢，就直接进行再次出口，可以把它们运到第三个国家。 Ebben az esetben Magyarországon főszabályként csak a vámot kell megfizetni.
那就是把他们就出口直接呢出库以后呢直接到其他的欧盟成员国。那么在这个情况下呢，按照根据这个匈牙利现有的规定呢，这产生和支付增值税的义务。Az áfa megfizetése a rendeltetési tagállamban lesz esedékes. 支付这个关税的义务马上就产生了，就相关的这个增值税呢，就是在根据这个目的国的这个有效的法律规定来支付。Minden termék esetében, így a ruházati termékek esetében is kiemelendő a szellemi tulajdonjogok védelme. 在所有的这个涉及到所有的产品，那么当然在我们这个纺织品和服装产品的情况下呢，都要出现，都要考虑到这个知识产权问题。A szellemi tulajdonjog védelmét a vámhatóság kiemelt szakterületként, kiemelt ellenőrzési területként kezeli. 知识产权是版权是非得保护的，我们这个海关总署呢就非常重视这个问题。Így a vonatkozó rendelkezések betartását minden alkalommal ellenőrzi. 所以每一次报关的时候呢，他要调查这个类似的状况是不是符合这些规定，产品是不是符合这些规定。Hamisított vagy kalóz terméket az Európai Unióban behoz, Európai Unióba behozni nem lehet. 假冒产品和盗版产品呢就不许进入到欧盟成员国。Szellemi tulajdonjoggal érintett áruk behozatala pedig csak a jogtulajdonos engedélyével lehetséges. 那么要是进口这个有版权的，涉及到这个知识产权问题的产品的话呢，只能是经过这个所有人的许可以后做到。Másik fontos terület, amelyet a vámhatóság minden esetben ellenőriz, ez a termékbiztonság. 那么下一个元素呢，我们海关总署呢去报关的时候呢，非得调查的、非得的这个检测的因素呢，就是产品安全。Magyarországon csak olyan terméket lehet szabadforgalomba bocsátani, amely biztonságos, megfelel minden biztonsági előírásnak. 因此呢，在匈牙利呢，根据这个现有的规定呢，只能把这个安全的产品呢，就符合所有这个安全方面规定的产品放入到自由流通。Műszaki termékek esetén ennek tanúsítására a CE jelölés szolgál, ruházati termékek esetében azonban ez a CE jelölés nem jön szóba. 在电器嘛，在电子产品的情况下呢，这个规定非常严格的，就必须表上这个 CE 认证。在纺织品、在服装产品的情况下呢，这不是义务。Amennyiben azonban a vámhatóság azt észleli, hogy valamely termék használata feltételezhetően nem biztonságos. 不过同时呢，要是我们海关总署呢，就是这个办理海关手续的时候呢，就是报关的时候发现，有某些产品的这个使用和采用不安全的话。Abban az esetben az érintett fogyasztóvédelmi hatóság tájékoztatásra kerül az eljárás ennek lefolytatását követően folytatódhat. 就马上这个办理一些手续呢，马上通知国家这个消费保护局，那么就经过这些手续呢，这些检验这些检测以后呢，才能把这些有产生一些怀疑的产品放入到自由流通。Amennyiben az árumot szabadforgalomba szeretném bocsátani, abban az esetben jöhet szóba a vám, illetve az áfa meghatározása. 那么比如说呢，我有一些产品呢，想进入到这儿，想进口到这边呢，那么进入以后呢，就进口以后呢，就马上要制定这个关税和这个增值税额。A fizetendő vám összegét alapvetően három dolog határozza meg. 那么将来呢，就是要求我支付的这个关税的金额呢，就是有三个因素、三个情况决定的。Az egyik a vámtarifa, vagyis az áru tarifális besorolása. 那么第一个主要元素呢，主要因素呢就是海关税字号。A másik az áruk származása. 第二个就是这个生产的国家呢，就是产地证。A harmadik pedig az áruk vámértéke. 第三种情况呢，就是关税额。Az elsődleges, hogy az árukat hova kell tarifálni, egy online adatbázis segítségével állapítható meg. 那么首先呢，报关的时候呢，就必须制定这产品的这个税字编号是什么，有个专门的网站可以参考这些信息。Melynek elérhetősége a DIAN feltüntetésre került. 就在这可以参考这个网站。Ez a Magyar Vámhatóság által készített, illetve fenntartott tarik adatbázis, amely nagy segítségét nyújt ügyfeleink részére.
这个网站呢，就是由我们匈牙利海关总署呢就专门制备的一个网站，就是协助我们匈牙利企业找到这些所需要的数字编号的一个专门的网站。Ebben a TARIK adatbázisban, mint említettem, megtalálható az áruk vámtarifa száma. 那么刚才已经提到过呢，在这个信息库，在这个网站上，在这个信息库里边呢，就可以找到我们所需要的这个数字编号。Az egyes vámtarifa számokhoz pedig egy százalékos vámtétel került hozzárendelésre. 后来呢，是在这个数字编号旁边呢，同时呢，可以发现一个百分之比例的一个号码，一个数据了。Amely százalékos érték mindig az áru értékére vonatkozik. 这个百分之比例呢，就这个数据呢，就是和我们具体的这个产品的总价值有这些关系了，就是这个产品的总价值为基础。Itt látható példaként, hogy egy Shyam Blues esetén 12%-os vámtétel kerül felszámításra. 那么在我们这个具体的这个情况下呢，具体的一个例子呢。比如说进口的产品呢，就是丝绸衬衣的话，那么该支付的这个关税额呢，就是产品总额的12%。Fontos megjegyezni, hogy az áruk származása alapvetően szintén befolyásolja a fizetendő vám összeget. 那刚才已经提到过的这个产地呢，也是这直接和这个该支付的关税有直接的关系了，直接影响。Azonban kínai viszonylatban a származás igazolása nem jelent vámkedvezményt. 但是呢，在这中国产品的情况下呢，要是产品有这个产地证的话，并不是说明这个关税上可以取得一些优惠。Szintén megemlítendő, hogy a Kínából érkező textilipari termékek esetén a származás igazolása nem kötelező. 同时呢，就非常重要呢，让大家知道呢，从中国进口的这个纺织品和服装产品的情况下呢，表上这个产地国并不是一物性的人物。A vámhatóság azonban kétség esetén mégis megkövetelheti a származó helyzet igazolását. 虽然这不是一物性的人物呢，但是呢，这个海关总署呢，就报关的时候呢，要是产生一些怀疑呢，他还是有这个权利提出这方面的要求。És mint említettem, a harmadik összetevője a vámösszegek meghatározásának a vámérték. 第三个呢，就直接对这个关税呢，就将来该支付的这个关税的直接有影响的元素呢，就是保管价值。A vámérték az az összeg, amely után ezt a bizonyos százalékos vámtétellel a vámösszeget meg kell fizetnem. 这就是这个我们准备进口的这个货物的总价值了。A vámérték elsődlegesen a számla érték, amely ugye az adásvételt tükrözi. 就这个报关价值呢的意思呢，就是我们发票上表上的，或者是在这个买卖合同里边呢表上的价值为主了。Vannak azonban olyan esetek, amikor az a vámérték a számlaérték alapján nem állapítható meg. 但是呢，在一些特殊的一些情况下呢，就制定这个关税的基础并不是发票上的金额。Ilyen esetekben a vámérték megállapítása lehetséges az azonos áruk vámértékének figyelembevételével. 那么在这个特殊的这些情况下呢，如何制定这个关税额呢？就是可以考虑到一些同类产品的价格了。Amennyiben erre sincs lehetőség, akkor a hasonló áruk vámértékének figyelembevételével. 要是这个做不到呢，不能按这个根据这个同样产品的价值来制定这个保管额的话呢，那么可以利用这个同类这个相关的或者是比较类似产品的价格为主了。Vagy egyéb olyan számítási módszerrel, amely alapján az áruk relatív értéke megállapítható. 或者是还可以采用除了刚才的这个两种计算方法以外呢，还可以采用一些其他的一些计算方法。Fontos, hogy a vámérték esetében adott esetben vámérték növelő vagy vámérték csökkentő tényezőket is figyelembe kell vennünk. 在某些情况下呢，就制定这个关税的时候呢。在这个报关价值同时呢，还要考虑到一些对这个报关价值呢有增长影响的一些元素了。Vámérték növelő tényező lehet például a csomagolás, a göngyöleg, jogdíjak, licenszdíjak, vagy a Európai Unió vámterületéig felmerülő szállítási költség.
这个提高这个报关价值的元素到底是哪些呢？比如说有佣金呢，包装的费用，一些版权和这些专利费也有这些的影响，还有一些呢在欧盟之内的运输费。A vámértékből viszont adott esetben levonható az EU-ban történő szállítás költsége vagy a szokásos kamatterhek. 但是呢，在某些情况下呢，就这个从这个总包关价值呢，就可以扣掉一些费用。比如说呢，就进入欧盟以后的运输费，在某些情况下可以扣掉，还有一些银行利息相关的一些费用可以扣掉的。Röviden, tehát, hogyha szeretném összefoglalni, amiről eddig szó volt. 那么要是简单的，我总结一下呢，我就刚才给大家介绍的这个内容。Akkor elmondhatom, hogy az áruk a vám, illetve áfa megfizetése után szabadon felhasználhatóak. 那就是可以如何再总结呢？就是这个产品呢，就支付进口产品的支付关税和支付这个增值税以后呢，就可以放入到自由流通。Feltéve ugye, hogy ezek az áruk nem sértenek szellemi tulajdonjogot és megfelelnek a termékbiztonsági szabályoknak. 最主要的条件呢，就不违反这个版权和这是产权问题呢，而且同时呢，就符合匈牙利和欧盟的这个安全方面的要求。Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Én röviden ennyit szerettem volna elmondani a vámjog szabályokról. Köszönöm szépen. 非常感谢大家的光临。那么我就简单的经过这个报关的所知道的情况，我介绍这么多。谢谢大家。